Novemberi vallomás. Talán le kellene tagadnom, vagy kendőznöm kellene nőies érzékenységgel azt a valóságot, hogy 75 esztendős vagyok. Mert néha nem is olyan könnyű megbarátkozni a gondolattal, hogy én, aki életem első szakaszában, osztályban és tanári karokban, novemberi születésemnél fogva a legfiatalabbak közé tartoztam, most családomnak a múltat egyedül ismerő öregje vagyok, s az írással foglalkozók társadalmában a legmagasabb korúak közé számítanak. De nem lehet sem kendőzni, sem tagadni. Kétségtelen, hogy 75-ször nyílt életemben az ibolya, 75-ször vonultak az égen az őszi vadludak, s 75-ször hult le erdőn a levél, az a levél, melyről már Homérosznak is volt hasonlata. Úgy van az ember is, mint a fa levele, leszakad az ágról, játszik a szél vele. Régóta nem is a magam évfordulójának tartom születésnapomat, hanem világra hozó, daloló és mesélő anyám napjának, akinek egyetlen gyermeke voltam. Ilyenkor mindig egy sóhajtóan finom, egyszerű mondatot ér vissza hozzám, melyet gyakran hallottam 70. és 80. életéve között, mikor visszagondolt régi városára, testvéreire, fiatalkorára. Mintha csak most lett volna. Egyszer kiderült, hogy az ő édesanyja is ezzel az eltűnődő, csodálkozó mondattal tekintett vissza a múltba, és bizonyos vagyok benne, hogy azt a mondatot az is az anyjától, az én dédanyámtól örökölte. Hadd mondjam el hát a mai napon én is, egyszerűen és szentimentalizmus nélkül, az anyai ágon örökségként reám szállt mondatot, mintha csak most lett volna. Mit vallhassak öreges hivalkodás nélkül a versről? Ritmus kísért végig az életen. Volt úgy, hogy sokáig búvó patakosan kísért, de olykor feltört a mélyből. Már a gyermekkori hintán, a kisforusi ház udvarán szavakat szedett magára. Vers lett belőle, vers. Petőfitől meggazdagodott és lendületet kapott. Revickitől az első szerelem korában elérzelmesedett, Vajda Jánostól komorulni és tömörülni kezdett, Aditól és társaitól korszerűvé színesedett. De kellett lennie benne valaminek, ami az enyém volt. Férfi korába lépő lelkemben, mely elevenen őrizte magában a gyermekkor havas alatti falujából hozott természet szemléletét, az emberiség véres drámájának égetően friss emlékei a görög tragédiák sötét látomásaival egyesültek. Aztán új embertelenségbe futott az ember, új menedékké vált a változhatatlan természet, s talán ez a szintézis az, amit magaménak éreztem, s most is a magaménak érzek. Történelmi földrengés szakította be versem buvó patakos életének földburkolatát. 1920-at írtak akkor. A költőt, aki meglátta versemet, s kiemelt az ismeretlenségből, Reményik Sándornak hívták. Enyedi barlangom homályából zavaró fényű világosságba jutottam. Nem sokára olyan társak vettek körül, mint Tompa László, Kós Károly, Olosz Lajos, s később Kunc Aladár, egy izmosodó regionális irodalom építői és poétái. Aki addig versemnek egyetlen bírálója voltam a kisvárosi magányosságban, ezentúl a vers alakulása közben a rendkívüli intuíciójú Kunc Aladár éles tekintetét érezhettem a tollamon, s ez a tekintet szigorította önbírálatomat. Hogy az a szem meg legyen elégedve, többnek kellett lennem. 35 éves voltam akkor, de éreztem, hogy annak a tekintetnek a sugarától értem, érni tudtam. Kis népet szolgáltam társaimmal, de hittünk egy nagy emberiségi horizontban. És ezt a horizontot olyan szellem is tágította, amilyen a fekete kolostor megszenvedett írójának szelleme volt. Erdélyi Helikon, marosvécsi írói összejövetelek.
mintha csak most lett volna. Azt mondják, zárkózott lélek vagyok, startuszkodónak és szemérmetesnek is mondanak azok, akik a látva láttatás lírai ösztönére gondolnak. Próbálom magamévá tenni ezeket a jelzőket, de nem hallgathatom el azt az alapérzésemet, hogy abban, ami keveset írtam, az egész életem benne van. Aki pedig erre azt felelné, hogy ez nem elég, annak itt egy mondattal felelek. Az Ampelopszis befutott a magas cella, melyben ezeket a sorokat írom, nem elefántcsontorony. 75 év. Valamikor ezt írtam le egy kesernyésen humoros hangulatomban. Úgy kell neked, a rút vénség elől miért nem szöttél meg fiatalon? Pedig akkor is tudtam, hogy csak a kiválasztottaknak jut Petőfi sors, Lermontovnak, Shelleynek, Csokonainak, Dzsida Jenőnek. Ma, amikor együttérző lelkekkel kapcsolódhatik össze a lelkem, elhullatom ezt a két keserű sort, vállalom az öregséget, nagyapaságomat, s meleg szívemet felemelem mindazok felé, akik távolban és közelben meghallgatták ezt a vallomásomat. A vallomást, melyet az örökségképpen reám szárt mondat refrényei közé foglaltam, mintha csak most lett volna.